lehet választani különböző színűlapokat, meg lehet választani fehér lapot is, és ezt megszínezni. Most egy kicsit ilyen lazító időszak kell. Jó, feladat az, hogy rámás zsajátok a hátuljára azt a lábrát, ami a munka közöttben van. Jó. Ez egy ilyen spirális, középről kell kezdeni, az a legszegjobb. Kifele egy ilyen csiklalapokra. Hóla. Vagy semmiára. Ha nem nagyon sikerült, akkor szóljatok, mert akkor lehet, hogy olyan. Hát, legyen az, hogy lehet, hogy jó, kicsit nagyon vastagabbak a szeletek. Ugyanis ezt meg ki kell vágni. Ne legyenek túl végülnek a szeretek, nem tudod kivágni. Nagyobb mások. Eljöv. Lehet három. A végén vigyázzatok a végére. Kicsit csinálni, legyetek csinálni, nem tudok kívánni. A végére vigyázzatok, hogy ne szakadjon át, de a közepben megmaradjon egy ilyen pontszerűen, egy ilyen felületszerűen. Jó? Van, aki szeretné kifesteni? Én ki szeretnék. Vagy zsírtét látni, vagy ilyesmi? Elvileg itt volt cél. Téznometél foglalkozik. Az nagyon jó lesz, az eltaláltam. Mostanság. Ügyes légyetek, hogy a kombos külön, a szénával, aki szeretnék állványról rakni, annak még tudok adni rá. Ne rágnak messze, mert tökre fog menni, és akkor az egésznek semmi értelme. Ki kér még állványt? Nem kell? Nem kérem. Úgy csináltad le. Kér még állványt. Ó, hát merés is az jelent, és egy állvány sokkal. Sokkal tartást föl. Ja, ott van egy ilyen horog. Aha, az a baj, hogy nie ma żadnego słowa. Arra vigyázzatok, hogy tudjon forogni, tehát nem lehet, hogy csak úgy rögzíteni. Tartósan közöttem még kicsit följön. Látjátok, hogy mozog? Ilyen legyen a tiéd. Belállj és szépen pörög. Az is gyönyörű. Na, sikerült valami parancsolóra. Én tőlem nem. Hát nem. Végül. És akkor így beszélünk. Megpróbálják, hogy ide felelően történsz. Kérdősödik? Oké, kérdezzük a mászat. Megnézi, hogy a füzetben miket kérdeztünk erről, és megpróbáljuk megtalálni. Hat forradja. Na, próbáljuk beírni a gondolatokat, és aztán megbeszéljük. Jó, egy kicsit kérdés. A végén egy kísérletező is kérdés, hogy a nincsen szállóságot változik. Változik a közlásra. Nézzük meg, működik el. Azt mondja, hogy egész távol alakul. Lassú, igen. Üzenem rakjuk. Sokkal gyorsan. Belerakjuk, akkor meg lesz. Tehát a távolabb van a mécs, és akkor ez lelassul a dolog. Na, ki tud valami jó választ adni nekem, hogy miért mozog a papír, sárkány és hogyan? Most a kisebbeket várják. Igen, és? Mit csinálsz? De hogy mozgatja meg? Halló? Az kevés, hogy a meleg levegőből áll. Mi történik? Mitől van? De hogyan foglalkoztak? Hát egy ilyen feltétlenül a levegőt, így ezáltal is elég próbálni. Ez teljesen. De mi történik a levegő részesként? Hogy találkozunk a levegő részesként? Igen, és lecsúsznak. Nem? Ki tudja kimondani a kulcs szót? Most volna? Rábeszok. Rábeszok. Mit csinálnak a melegő részecskék a papír részecskékkel? De hogyan? Úgy fel. Na, senki? Neki ütközik a papír részecskének. A felszálló ugyanez. A felszálló megállja a levegő részecskék, neki ütköznek a papír részecskék, mint a nyomás, ugye? És az, a minden egyes ilyen részecske ütközés egy pici erőhatásra áll, és azt fogják forgatni. És miért is forog? Azt már jól mondtátok, mert felterül a dolog, és a levegő áramlás meg közölik. És ezért